Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen egy kármikus fordulat jóslással fele áron. Miért van ez a kármikus fordulat? És mit jelent ez a szó kárma? Nekünk van egy lelkünk. A lelkünk elbúcsúzik tőlünk, ha az életünk véget ért. De a lelkünkben megvannak az emlékek, megmaradnak az érzések is. A lelkünk visszatér a jó Istenhez. A jó Isten nem büntet bennünket, hanem mi visszatekintünk arra az időre, ami elmúlt, amit mi most éppen átélünk. Amikor a lélek boldog és felszabadultnak érzi magát, akkor kilépett ebből a kármikus témából, ebből a sors kerékből. Amennyiben a lélek szomorú, és azt mondanám, ennek vége, holott én szerettem volna a változásokat. Az isteni hatalom azt közli velünk, minden rendben van, térj vissza, csináld jobban, és a lélek visszatér a földre. Itt a földön találkozunk másokkal is, és előfordul gyakran, hogy van egy ilyen lelki kapcsolat, különösen, amikor szerelemről van szó. Ha így van, előfordulhat, hogy vannak kármikus témák, vagy kell, hogy valamit tanuljunk. A másik lélek tükrözi ezt számunkra. Asztrológiailag van kettő ilyen kármikus csomó. Az azt jelenti, hogy a hold mozgása át kell az ekliptikán, és ez olyan, mint egy kereszteződés. A hold útja és az ekliptika kereszteződik. Ez két pont, ezek szemben állnak. Az egyik azt jelenti, amikor a hold alulról fölfele mozog, átlép az ekliptikán, és ezt úgy nevezzük, hogy felfele mozgó holdcsomó, az indiai asztrológiában ezt Ráhúnak nevezik, ez a sárkánynak a feje. Ez egy életút, amit mi nem ismerünk, de szükségünk van rá, mert a lelkünk ezt az utat kiválasztotta. Itt tanulunk valamit, itt lesznek új dolgok, amire szükségünk van, és ez a sorsút, ez a kármikus út felszabadít bennünket. Ezért is választotta a lélek ezt a sorsutat. A másik oldalon, amikor a hold fölülről lefele mozog, és át kell ezen az ekliptikán, ezt úgy nevezzük, hogy lefele mozgó holdcsomó. Az indiai asztrológiában ezt ketúnak nevezik, ez a sárkánynak a farka. De az a lényeg, hogy ez a sárkány egy ilyen kört alkosson. Nem szabad, hogy mindentől elbúcsúzzunk, ami a múltban volt, de kell, hogy egy új utat válasszunk, új lehetőségeket, és mindkettőre szükségünk van. Ha ezt mi átéljük, akkor érezzük a lelki dolgokat. Különösen a párkapcsolat területén. De gyakran kihat a munkahelyre is, amikor a lelkünk szeretné a hivatást élni, mert ez
boldogít bennünket. Ez benne van mindenkinek a horoszkópjában. A lefele mozgó hold csomó és a felfele mozgó hold csomó. Ez marad, mert egy születési horoszkóp nem változik. Viszont a bolygók mozognak, és ezek a holdcsomók, mindkettő, ők is mozognak, de ellenkező irányba, mint a bolygók. A jelen pillanatban a felfele mozgó holdcsomó az indiai számítás szerint az ikrek jegyében van, és a lefele mozgó holdcsomó az indiai számítás szerint a nyilas jegyében van. Szeptember 22-én van az őszi nap és éjszaka egyenlőség. Amikor ez elmúlt, két nappal azután, tehát szeptember 24-én a holdcsomók változnak. Változik egy irány. Új kármikus témák vannak. És ez eltart hosszú ideig. 2022 tavaszáig. És hol található a felfele mozgó holdcsomó? Szeptember 24-től a felfele mozgó holdcsomó Ráhu a Bika jegyében lesz 2022-ig. Azok a témák lesznek fontosak, ami a Bika jegyét illeti. Először is az anyagiak, az értékek. Az, ami számunkra értékes, meg kell, hogy tartsuk, ami értéktelen, attól el kellene búcsúzni. A Bika jegye szereti a kényelmet. Kicsit lassú, de élvezi az életet. És mivel itt a felfele mozgó holdcsomó mozog, egy ismeretlen út, viszont kell, hogy ezen az úton járjunk, itt lesznek megújulások. A lefele mozgó holdcsomó jelen pillanatban még a nyilas jegyében van, és szeptember 24-től át kell a Skorpión jegyébe, az indiai számítás szerint, és ott marad 2022 tavaszáig. Itt a lefele mozgó holdcsomónál a múltról van szó. Itt jönnek az emlékek. Mivel a Skorpión jegye a víz eleméhez tartozik, és az érzésekre utal, itt ezt érezni is fogjuk. Lesznek fájdalmak, fájdalmas emlékek, de megvan arra a lehetőségünk, hogy legyen ez a belső megújulás. És áttérjünk azokra az érzésekre, ami bennünket belülről erősít. A biztonság érzete, a megbecsülés, a bizalom és a szeretet. Ezek lesznek a témák hosszú ideig, és mivel itt van most egy fordulat, egy kármikus fordulat, amit nem minden nap élünk át, ezért most ajánlom nektek ezt a jóslást, kármikus fordulat. Mi változik nálatok, vagy mi változik a ti társatoknál? Ezt a jóslást megrendelhetitek másoknak is. Ehhez szükségem van arra, hogy leírjátok a jelenlegi helyzetet és a születési adatokra. Ha lehet, azt is, hogy hány órakor és hol születtetek, vagy ha másoknak kéritek ezt a jóslást, akkor ő hol és mikor született. A díjam 8500 forint, de mivel itt a fele áron kapjátok
Meg, mert ez egy nagy kármikus fordulat számunkra, most megrendelhetitek ezt a jóslást 4200 forintért. Én kártyán kivetem azt, hogy milyen kármikus témáitok vannak, és elmagyarázom azt is, hogy mi van a horoszkópban. Mi volt a múltban, és melyik kiutat kell, hogy keressétek. Vagy ha másoknak szól, akkor tudjátok, hogy a párotoknál milyen kármikus témák voltak, és mi várható a következő másfél évben. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!